Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Cirbus Gábor egyértelműen Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat a baloldali összefogásban. Nagyfokú igényesség és színes felhozatai jellemezte a Virágos Makóért versenyt. Felülemelkedett a tavalyi bajnokon a Makó FC. Országos aláírásgyűjtésbe kezdett szerdán a Fidesz és a KDNP a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony elnevezésű petíciójához. A program célja, hogy megmutassák, vannak, akik nem kérnek még egyszer a kudarcokkal teli Gyurcsány korszakból. Péntek reggel a piac bejáratánál Cirbus Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezetének elnöke egy sajtótájékoztató keretében elmondta, nem szabad elfeledni a szocialista kormányzás bűneit. Az akció során a kormánypárti szövetség arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ki is valójában Gyurcsány Ferenc, valamint hogy 12 év elteltével ne kaphasson újra hatalmat, és ezzel ne térhessen vissza a 2010 előtti kudarcokkal teli múlt. Cirbus Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezetének elnöke a piac bejáratánál rávilágított. Azért láthatjuk, hogy a 2019-es önkormányzati választásokon is már Gyurcsány Ferenc állt a háttérben, és ott áll most is Karácsony Gergely mögött a fővárosi közgyűlésben, és ugyanazok az emberek szivárognak vissza a rendszerbe, akik annak idején a Gyurcsány kormány szekerét tolták. Egészen felháborító dolgokat műveltek az országunkkal, elég, ha csak arra gondolok, hogy mindenki emlékszik bizonyára rá 2006-ban az összedi beszédre, amikor saját maga Gyurcsány Ferenc beismerte azt, hogy reggel, éjjel, este hazudtak, nem csináltak semmit, nem kormányoztak, másfél éven keresztül hazudtak. Gondolom azóta semmi nem változott a mostani demokratikus koalíción belül sem, hanem ugyanezt a hazugsággyárat folytatják és viszik tovább, és erre épül a politikájuk. Erre szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy mi rejtőzik Gyurcsány Ferenc és bandája mögött. Láthatjuk ezt a baloldali összefogást, hogy egyértelműen Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat. Ugye mindenkinek osztott egy szerepet, van Karácsony Gergely, ugye ott van a felesége, ott van Jakab Péter, nyilván ugye aki a Jobbikot képviseli, most már ugye a Jobbik is átállt baloldalra, azért ez látható, és ők közösen próbálják becsapni a választópolgárokat, így próbálnak hatalomra jutni. A petícióval azt szeretnék üzenni az ellenzéki politikusoknak, hogy vannak, akik még emlékeznek a családokat és a nyugdíjasokat érintő megszorításokra, az adók, valamint a rezsi növekedésére. Cirbus Gábor elmondta, egyértelmű az, hogy a baloldali politikusok Gyurcsány Ferenccel az élén támogatják az illegális bevándorlást és a migránsok kvóta szerinti szétosztását. Látva az afganisztáni helyzetet, a déli határkerítés extrém terhelésnek van kitéve. Nap mint nap nagyon sok illegális bevándorló próbál meg bejutni hazánkba, és azt is láthatjuk, hogy újabb útvonalakon próbálkoznak bejutni Európába, és most azelőtt állunk, hogy az sem kizárt, hogy a romániai útvonal lesz az újabb útvonal, hiszen Szerbiából Románia felé igyekeznek, és amennyiben ez az út lesz az új bevándorlási út, akkor nagyon nagy terhelésnek lesz kitéve közvetlen a Kiszombor-Nagylak közti határátkelő, mely érintheti Makó városát is. Én bízom benne, hogy erre nem fog sor kerülni, és a kormány meg fogja védeni az itt élőket és a térségben élőket. Vasárnap a piacon szintén leadhatják aláírásukat a lakosok, de az elkövetkezendő hetekben a város több más pontján is találkozhatnak majd aktivistákkal a járókelők. Csütörtökön a Korona Konferencia Központban ismertették a Virágos Makóért című városszépítő verseny 2019-es és 2020-as díjazottjait, ugyanis korábban ezt a járványhelyzet nem tette lehetővé. A jeles eseményen az elismeréseket Farkas Éva Erzsébet polgármester és Csermák Szilvia önkormányzati képviselő, a Zöld Város Program tanácsnoka adták át. Az a mintegy 200 résztvevő, aki elindult ezen a megmérettetésen, mind arra törekszik, hogy Makó egy minél szebb, illetve rendezettebb képet mutasson, és ezzel nem csak közvetlen környezetük javát szolgálják, ugyanis az ide érkező turisták is láthatják mindezt. Szerepvállalásukért csak köszönetet mondhatunk a nevezőknek, emelte ki beszédében a városvezetője. A közvetlen környezetünk zöld felületeknek a megújítása, ez is volt tulajdonképpen a versenynek a célja,
még 20 évvel ezelőtt, amikor városszépítő versenyként Virágos Makóért elnevezéssel egy országos mozgalomhoz csatlakozott a város. A 2019-es évben ugyanúgy, mint a 20-as évben is három kategóriában jelentkezhettek az itt jelenlévők. Egyrészt a Virágos utcakert kategóriában, másrészt a Virágos erkélynek a kategóriájában, és csatlakoztak ehhez az intézményeink is. A közel 30 helyezett és külön díjas vásárlási utalványokat vehetett át a nagylelkű vállalkozók felajánlásainak köszönhetően. Az egyik főnyeremény egy fűnyíró, a másik pedig egy sövényvágó volt. Utóbbi ajándékot Duska Györné kapta, aki a 2020-as mezőnyben utcakert kategóriában lett első. Mint mondta, büszke az eredményére, hiszen ez az elismerés azt mutatja, hogy jó munkát végig ez hosszú évek óta. Rózsákkal beültettük, muskátlikkal, meg amit kapok virágot, meg amit tudok venni, úgyhogy nagyon szép a mocsári hibiszkuszom, ott mindig megállnak, fényképeznek meg, bokrok vannak, úgyhogy még a párom fölfogta ódalt, és a földet osztó, abban vannak olyan nagy bokrok, orgonák, úgyhogy nagyon sokfajta virág van benne. Tovább folytatom, még bírom, 78 évesen, de én csinálom, úgyhogy szeretem csinálni. És elgyönyörködök benne. Számtalanszor lemegyek, locsolgatom, úgyhogy sok vizet lehordok, és végül szép, és megéri. A megmérettetés lebonyolításában részt vett Csermák Szilvia is. A Zöldváros program tanácsnoka elmesélte, hogy az indulók által megadott helyszínekre személyesen látogatott el, és útjai során nagyon sok pozitív benyomást szerzett. Én kertes házban nevelkedtem, még most is láttam olyan virágot, amit még soha életemben. Én úgy gondolom, hogy azok a kertek, akik neveztek, nagyon gondozottak, nagyon ápoltak. Szeretném kiemelni, hogy azért egy-egy kertet nem csak egyszer néztem meg, hanem többször is elmentem, sőt a mai napig, hogyha az utam arra vezet, akkor ránézek, és bizony ezeknek a kerteknek a java része, ez olyan, hogy gyönyörűek az esőzés ellenére, tehát látszik, hogy nagyon szeretik a kertjüket, nagyon odafigyelnek rá, színesebbnél színesebb növények vannak. A rendezvényen megjelentek hasznos információkat hallhattak a városi főkertész Bókáné Budó Zsuzsanna előadása alatt, valamint az összejövetelről senki sem tért haza üres kézzel, ugyanis mindenkinek járt egy virág. A növényeket a településen dolgozó közfoglalkoztatottak nevelgették és gondozták. A napokban több a Contitech-nél dolgozó kereste fel Cirbus Gábort, hogy elmondják, milyen bánásmódban részesülnek. A gyár falain belül ugyanis az tapasztalható, hogy akik részt vettek a februári és márciusi sztrájkokban, azokkal a munkáltató felbontja a szerződést. A makói Fidesz és a városközösségek kiáll a multicég dolgozóiért. Cirbus Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség makói szervezetének elnöke arra szólította fel a gyárvezetőségét, hogy fejezzék be a tisztogatást és becsüljék meg a dolgozókat. Az elmúlt időszakban azt vezették be a cégnél, hogy a más munkakörben dolgozó dolgozók nem állhatnak egymással szóba. Már azt is megtiltják, hogy munkaidőben két különböző csoport munkavállalói egyeztessenek, beszéljenek. Erre azt a választ kapták a munkavállalók, hogy menjenek be egy külön terembe, ahol tudnak beszélgetni. Természetesen gondolom, hogy miért? Azért, hogy aki bemegy abba a bizonyos szobába, és ott egyeztet akár a szakszervezeti vezetővel, vagy akár egymással egyeztetnek, ők is arra a bizonyos listára fognak kerülni, és a kirúgás sorsára fognak jutni. Nem az alapján választják meg, hogy kitől válnak meg, hogy ki milyen munkát végez, hanem hogy ki beszélt a másikkal, és ki vett részt a sztrájkban, illetve nem vett részt a sztrájkban. Ez így erkölcstelen. A témával kapcsolatban megkerestük a Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. Vezetőségét, akiktől telefonon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy reagálni fognak az elhangzottakra. Hétfőn és kedden tartotta hagyományos gólyatáborát a makói József Attila Gimnázium, melyen a felvételt nyert diákok közelebbről is megismerkedhettek az iskolával, tanáraikkal és osztálytársaikkal. A sportversenyek és más játékok mellett egy kicsit már a tantárgyak szépségeibe is betekintést nyerhettek a résztvevők.
Több évtizedes múltja van a rendezvénynek a középiskolában, amely mindig sok izgalmat tartogat a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt, hiszen általában ez az az alkalom, amikor először találkoznak egymással az osztálytársak és az osztályfőnökök. A tábor az idén is kétnapos volt. Az ötödikesek 33, a kilencedikesek pedig 55 fővel képviseltették magukat. A 9. C-osztályt Gulyásné Telbisz Éva fogja vezetni, aki a tábor programjaiba avatta be stábunkat. Az első nap délelőttjén megismerkedtek az osztályfőnökeikkel. A tanteremben csapatépítő játékok voltak. A lényeg az, hogy még mielőtt bekerülnek az iskolapadba, már ne idegenként találkozzanak. Egy kis közösségben már úgy jöjjenek be az első nap az iskolába, hogy valamilyen szinten otthon érzik magukat, és nem minden újdonság számukra. Kaptak ebédet, és délután pedig sportvetélkedő volt. Itt az iskola területén és a Petőfi Parkban is voltak feladatok. El is fáradtak, úgyhogy a nap zárásaként mindenki szépen hazament pihenni. A mai nap délelőttjén a fakultációs órák voltak, egy kicsit komolyabbra vettük már a figurát, úgymond, főleg a nagyoknál, a kicsiknél konyhakémia kísérletek voltak, most délután pedig bográcsozás lesz, és utána pedig egy gólyaavatás. A gimnáziumban biológia, természettudományi, humán, matematika, informatika és angol nyelvű tagozaton tanulhatnak a diákok. Sokan azt is figyelembe veszik, hogy az iskola helyben van. Nacsa Zsófi és Horváth Edina a Kálvin téri református általános iskolában nyertek felvételt a JAK-ba. Én tudtam, hogy matekkal akarok foglalkozni, és szeretem az infót is, ezért úgy gondoltam, hogy tökéletes lesz nekem. Én is tudtam, hogy a nyelvvel szeretnék, és Szegedre se szerettem volna menni, úgyhogy maradtam itt Makón. A fél osztályt már ismertem, mert vagy osztálytársam volt, vagy pedig egy iskolából jöttünk, de a másik felét nem, viszont velük is most már megismerkedtem. Szeptember 1-én a Makói József Attila gimnáziumban 17 osztályban 467 gyermek ült vissza az iskolapadba, és kezdte meg a 2021-2022-es tanévet. A nyáron három turnusban zajlott az Életre Valók tábor Nadobán Zsuzsanna tanítónő, Szentpéteri Csilla, makói születésű zongoraművész és zeneszerző, valamint fia, Fülöp Szentpéteri Kristóf vezetésével. Nemrégiben a legszebb pillanatokról készült fotósorozatban nyílt kiállítás a Hagymaház aulájában. A foglalkozások egy nyertes pályázatnak köszönhetően valósulhattak meg. Az első turnusnak a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont, majd a rákövetkezendő heteket a Maros Parti Zöld házban töltötték a gyerekek, ahol a művészeti és a sporti volt a főszerep. Csilla volt a felelős a vízjátékokért, illetve a különféle hangszeres kurzusért. Nagyon sokan jöttek, volt fuvola, volt zongorista, klarinét, ütő együttes, tehát nagyon sok diákkal foglalkozott. Ezen kívül Kristóf feladata volt a sportolás. Rengeteget fociztak volt, számháború a strandon, igyekeztünk nagyon sok sportfeladatot kitalálni a gyerekeknek. Jelen volt a tűzoltóság, ahol amely meglucsolt bennünket, de voltunk a Marosba, és ott is sikerült egy kicsit örülnünk. A projekt az élménybeszámoló kiállítással zárult, ahol azok a festmények is megtekinthetők, melyeket a gyerekek Szentpéteri Csilla zeneire rajzoltak Kocsisné Maráci Margit tanárnő vezetésével. Az Életre Valók tábor célja, ahogy a neve is mutatja, hogy az életre nevelje az ifjúságot, ezért a feladatok többsége az okulásról szólt, mellyel a későbbiekben könnyebben megállhatják majd a helyüket. A legtöbben mind a három táborban részt vettek. Le voltunk a Marosparton, és trambulinoztunk, meg gyerekpályáztunk. Voltunk a lovardába, ahol ilyen kvízek voltak, és a lovaknak a nevükről volt ilyen kvíz. Miért volt jó a tábor? Mi mindent tanultatok? Hogy közösen mindent megbírunk csinálni. Mint azt Nadobán Zsuzsannától megtudtuk, már a jövő évi táborokat készítik elő, ugyanis számos új dologgal készülnek. Makót elhagyva kirándulásokat szerveznének, hogy a gyerekeket még több impulzus érje a vakáció alatt. A táborról készült fotó és festmény kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg a Hagymaház aulájában. Zsinórban a negyedik győzelmét szerezte meg a Makó FC, miután 2-0-ra verte a tavalyi NB3-as bajnokot, az Iváncsát. A középcsoport hétközi fordulóval folytatódott, a találkozónak az aradi téri sportpálya adott otthon szerda délután.
10 napja volt felkészülni a makói alakulatnak a mérkőzésre, hiszen a hétvégi Magyar Kupa sorozatban nem voltak érdekeltek a hagymavárosiak. A címvédő Ivancsa eddig még nem tudott bajnokit nyerni ebben a szezonban, így parázsmeccsre számíthattak a szurkolók. A kezdő sípszót követően a hazaiak gyorsan letámadták ellenfelüket, így nem is kellett sokat várni az első találatra. Egy szögletrúgást követően váltak eredményessé a zöldsárgák. Úgy de jó lett volna pedig ellőni. Mehet tovább, gyerekek, mehet tovább, óriási védés, ott a fejes, megint egy kapufán, hol az a labda, gól, gól, gól. Hát végre, azt a betyáját, micsoda helyzetek voltak. A játék mérlege a marosmentiek felé billent, teljesen átvették a találkozó irányítását és nyomás alá helyezték a vendégeket. Az Ivancsa beszorult a saját kapuja elé. Elérkeztünk a meccs 27. percébe, amikor újabb szögletrúgást végezhetett a makó. A szöglet, ez jó, ott a fejes Seres! Ott a gól! Hát ott a gól! Hát sírok már! Hát sírok már! Hát le se esik a labda! Tiszta Brazília! A szünet előtt nem sokkal az új igazolás Niki Csár Tamás lépett a pályára, miután Tamasku Ádám sérülés miatt cserét kért. Az állás azonban maradt 2-0, így hazai sikerre vonultak el a csapatok az öltözőkbe. A második félidőben sem hagyott a lábba a marospartiak lendülete. Először Pop Gyorgyev Pantalisz majd Juhász Jónás tudott megiramodni a labdával, de a kapura lövésig már nem jutottak el. Ellenben társuk Major Ernő kapufát fejelt, de a kipattanóra nem érkezett senki. A vendégek a mérkőzés utolsó negyed óráját nyomták meg, ekkor többször is eljutottak a makóiak kapujáig, de az egyenlítésre már nem jutott idő. Tehát a végeredmény Makó FC Ivancsa KSE 2-0. Sia Zsolt tanítványai 5 fordulót követően a jelenlegi tabella második fokán állnak. Büszke vagyok egyébként a 2 kapott gólra az 5 mérkőzésből, tehát én úgy gondolom, hogy elég stabil a csapatunk, és hogy a fő célt elérjük, ez rettentően fontos. A rangadót Lázár János a térség országgyűlési képviselője is megtekintette, melyről közösségi oldalán számolt be. A Makó FC most hétvégén az MDK Budapest 2 otthonából utazik. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Cirbus Gábor egyértelműen Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat a baloldali összefogásban. Nagyfokú igényesség és színes felhozata jellemezte a Virágos Makóért versenyt. Felülemelkedett a tavalyi bajnokon a Makó FC. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Műsorra tűztük Társalgó című színes, kulturális magazinunkat, valamint az Igaz Gyöngyök útjának átadó ünnepségét is. Végezetül pedig a Kemencés ételek a Maros partján című gasztromagazinunkat tekinthetik meg. Kedves nézőink, ez volt a szeptember 3-ai péntek esti híradó. Legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!